Sziasztok! A mai videóban ismét egy akvarell virágos tisztítéssel jöttem nektek. Mégpedig egy kicsit most megextrázzuk. Elsősorban itt van nekem egy fehér alapom, lemattítva mattfedővel. Fogok egy kis fekete Royal Gelt, és ezzel húzok egy ilyen vonalat. Így. És ezzel párhuzamosan húzok még egy vonalat. Majd pedig ezt betesszük köttetni. Nem baj, hogyha ez 100%-osan nem pontos, ez a vonal nektek, mivel ezt fogjuk kidíszíteni virágokkal. Így szinte el is fogjuk fedni. És ehhez most kék és sárga virágokat fogok használni, főleg kéket. És ugyanazt a kis akvarell lecsetünket fogjuk használni. Jó, miután megkötött a Royal Gelünk, utána még egy réteg matt fedővel ezt fedjük. Majd pedig betesszük és megkötetjük. Én ezt a kéket fogom használni. Ezt megnézem, hogy melyik milyen. Ez lila. Ez szép kék. Ez sötét. Ez kicsit zöldes. És igen, ezt a legutolsót fogom használni. Már zöld, és ezt a zöldet, ami itt van, és szinte feketének látszik. Jó, és miután megkötött a kis mintánk, ugye én ezt a kéket szeretném használni, ami pedig, ugye lila, első kék, második kék, harmadik kék, ez volt. Ugye ezt egy kicsit bevizezem, lehúzom, utána pedig ide tesszük az első virágunkat, ugye kimossuk az esetünket, nagyjából leszedjük a festéket, a vizet, és ugye elkezdjük elmosni. Így. Majd ide is teszünk egy virágot. Kimossuk megint az esetünket.
Leítatjuk róla nagyjából a vizet. És ugye elkezdjük elmosni. És ide teszek még egy fél virágot. Három szirommal. És közé pedig kicsi sárga, és lehet, hogy egy kis rózsaszint is majd viszek bele. Jó. Majd a sárgához ezt a színt fogom használni. Egy kicsit letöröljük, és akkor ide teszek egy pici sárga virágot. Meg ide teszek egy pici sárga virágot. Kimossuk a tecsetet. Majd pedig kitöröljük. Így. Így, rózsaszínből pedig ezt fogom használni, és ebből már csak ide alulra és ide felülre fogok csinálni. Egy pici fél-fél virágot. Így, majd pedig ugye teszünk közé még egy picike zöldet, amihez ezt a zöldet fogom használni, egy ilyen jó sötét zöld. Így, majd pedig ugye megcsinálom a virágok közepét is, amihez pedig ezt a kettő színt fogom keverni. Jó, majd pedig megvárjuk, hogy ez egy picikét megszáradjon. És fogunk a közepébe tenni pici fekete pöttyöket. Az esetünket addig jól kimossuk, hogy már abszolút ne jöjjön belőle szín. És szintén fekete royal géllel fogunk beletenni pici pöttyöket.
Így, majd pedig ezt betesszük köttetni. Utána pedig kettő réteggel fogom fedni. Hogyha szalomba lennék, akkor kettővel, viszont most a videóban csak egy réteggel fogom lefedni, mivel ugye senki nem fogja már használni. Úgyhogy egy réteg kultoppal, de szalomba mindenképp kettővel fedjétek. Jó, majd miután megszáradt, lefedjük és betesszük, kiköttetjük. Van már egy akarellás videó, hogyha még nem láttátok, akkor nézzétek meg, ott egy rózsaszín változatot mutatok meg, egy kicsit más formába. És ott egy kicsit aprólékosabban el is mondom az akvarellt, hogy hogyan tegyük az ecsetet hasonló. Úgyhogy nézzétek meg. És miután megkötött, ilyen lett a mintánk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és nézzétek meg a többi videómat is. További szép napot! Sziasztok!